Sziasztok! Marsalák Tamás vagyok, a Szegedi Búvárok csoportból. Hobbi búvár vagyok, és a mai napon egy szubjektív lámpatesztel szeretnék jelentkezni, ugyanis sajnos elvesztettem a lámpámat, és ennek pótlására keresésbe kezdtem. Szerettem volna megfelelő árértékarányú lámpát találni, amely kielégíti azt az igényemet is, hogy tekintettel arra, hogy szeretek víz alatt felvételeket készíteni, videózni, hogy kiegészítője tudjon lenni a videólámpa rendszeremnek. Tehát ne legyen annyira nagyon egyenes fénye, hanem egy kicsit szórjon, de legyen középen erős fénye is. Szerencsére találkoztam egy úriemberrel, aki már évek óta szintén búvárként lámpafejlesztéssel és lámpák kereskedelmével, forgalmazásával foglalkozik, és így eljutottam a Clear LED lámpákhoz. A négy lámpáról beszélünk, ő a legkisebb, 1200 lumenes, egy akkumulátor és egy töltő, valamint egy csuklópánt jár hozzá a dobozában. Az akkumulátorok azok a 26650-es sorozatból vannak, de erre majd kitérek, de használható ezekkel a régebbi, hagyományos 18650 típusú akkumulátorokkal is, akinek ilyenből van egy nagyobb készlete, mint például nekem, mert a videolámpáimhoz én ezt használtam, nem kell mindenáron bevásárolni az új fajta lámpából. Szóval ő a legkisebb, 1200 lumenes. Ennek egy nagyobb változata immáron két akkumulátorral és 5 leddel, mindösszesen 6000 lumen leadására képes lámpa, és a fénykardnak nevezett maxi kiadás ebből a 8400 lumenes 7 leddel működő és 3 akkumulátorral meghajtott lámpa. Ez a lámpa a többitől eltérően nem nyomógombbal, hanem egy ilyen forgókapcsolóval működik, és a forgókapcsolóval lehet beállítani a fényerőt, illetve a funkciót. Egészen különleges élményt kínál a 3 leddel és 2 akkumulátorral ellátott UV lámpa. Néhány dologgal tudom megmutatni, amit nálunk föllelhető készülvén a karácsonyra. Különböző fenyőfák, de nyilvánvaló a korallok és egyéb élőlények, amelyek reagálnak erre az UV-fényre, csodálatos új megvilágításba helyezik az éjszakai merüléseket. A termékhez kapott akkumulátor töltő zöld fénye azt jelzi, hogy csatlakoztatva van a 220 vagy 230 voltos hálózatra, és amint a 26650-es akkumulátort rátesszük, a piros lámpa jelzi, hogy elkezdte tölteni. Ahogy látszik, akár egyenként is lehet tölteni vele, vagy duplán. És amikor elalszik a piros lámpa, az jelzi azt, hogy feltöltődtek az akkumulátorok.
Ez körülbelül 3 órát vesz igénybe. Mindegyik lámpát maximális fényerőre állítva, nézzük, mennyi idő alatt merülnek le. A kapcsológomb zöld fénye azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő. Narancssárga színűre vált, amikor elkezd merülni. Végül pirosan mutatja azt, hogy az akkumulátor elég alacsony töltöttségű. A teljes lemerülés előtt villogó fényjelzéssel jeleznek a lámpák. Ami a jó hír, hogy ez a közepes két akkumulátorral működő lámpa, amely 6000 lumenet teljesítményre képes, éppen hogy meleg volt, tehát a mindennapokban nem csak a víz alatt, hanem a háztartásban bármikor a vízfelszín fölött is használható, ami egy hatalmas előny. A 1200 lumenes, ja, és ahogy látszik is, lemerülés előtt, most már ugye piros, a visszajelzője piros, és látszik, hogy a lemerülés előtt eszeveszett villogásba kezdettek, ahogy az előbb láthattátok. Az 1200 lumenesről viszont el kell, hogy mondjam azt, hogy jobban bírta, nyilván egy LED és egy akkumulátor, szemben az 5 LED két akkumulátorra nyilvánvaló kisebb a terhelése. Ez most visszakapcsolva a kis pihenés után ismét zölden világít, tehát még mindig használható, és ez egyáltalán nem melegedett. Tehát elmondható, hogy ez talán a legalkalmasabb arra, hogy a hétköznapokban is használjuk, nem csak búvárkodás céljaira. Ez a legnagyobb, a 8400 lumenes, ebben 3 akkumulátor van, neki ugye nincsen visszajelző lámpája, ő csak a villogással tudta jelezni azt, hogy lemerülőben van. Nézzük, hogy hogyan lehet felerősíteni vajon a Wingre. Igazándiból erre a kettőre gondoltam, ez a nagy, ez nem valószínű, hogy felerősíthető lenne ide a hebedezetre, mert elég nagy talán akkor, hogyha szétszedjük, és csak a két akkumulátoros verziójában, akkor fölrakható lehet. De reálisan ennek a kettőnek a hordhatóságát gondolom praktikusnak. Az egyik a 6000 lumenes, két akkumulátoros, a másik pedig az 1200 lumenes, egy akkumulátoros. Mind a kettő végére egy bungee kötéllel kötöttem egy karabinert, valamint a Wingemre is, mivel ezek azért elég vastagok, nem biztos, hogy ezek a hagyományos gumibelsők elbírják, ezért szintén bungee kötéllel kötöttem rá egy plusz kis karikát, és azt gondolom,
hogy ezt úgy, talán úgy lehet praktikusan használni, de majd ez most mindjárt kiderül, ez egy úttal egy, hiszen ez egy teszt, hogy ide, erre a nyakrészre, erre fogom befogatni ezt a bungee-t, és azt gondolom, hogy itt fogom tudni megfogatni. Nyilván karabinerrel, hozzá karabinerezem a D-gyűrűhöz, és akkor így ez, hogy látszik is, talán látszik is, halálosan masszívan tud állni. Nézzétek csak, itt van. Aha. Ezt teljesen masszívan tud állni, egyáltalán nem zavar, egyáltalán nem zavar a szabad mozgásban, úgyhogy nyilvánvalóan merülés közben sem zavarna. Ez mondjuk így áll. Tehát ez teljesen jó. Nyilván, hogyha használni akarom, akkor ezt kiakasztom, kiveszem, használom. Még mindig van benne szufla, bár most már ugye sárgára váltott megint. Ezzel jelzi, hogy lemerülőben van, és hogyha pedig valamit csinálnom kell, akkor nyilván fölakasztom D-gyűrűre, és hogyha lebegve állapotban vagyok, akkor pont magam alá világít, mint amit megszoktunk, fölakasztottam a másikra, tudok matatni, meg tudom világítani a saját kezemet, miközben tevékenykedek. Úgyhogy szerintem ez így teljesen jó. És vélhetően ugyanez a helyzet ezzel a nagyobbal is. Mindjárt ki is próbálom, hogy ezt felakasztom, ezt a fejet áthúzom a bungee kötélen, ezt nyilván most akkor lejjebb húzom, és ennyi. Ennyi. Teljesen jól elhelyezhető. Nézzük, hogyha ezt a evezetet bekapcsolom. Akkor mit látunk? De valószínűleg igen, kifejezetten úgy néz ki, hogy ez továbbra sem zavaró, bármilyen mozgást kell is végeznem. Ez itt nagyon megnyugtató, egy 6000 lumenes lámpa az embernek a hevederzetén, és adott esetben ezt a másikat is el tudom magammal vinni. Mondjuk erre az oldalra nem kötöttem gumibelsőt, vagy bungee-t, de majd fogok kötni ide is, és akkor tulajdonképpen akár két lámpa is így hordható. Csak én így ide a GoPro-t szoktam akasztani, emiatt mindenképpen a bal oldalon hordom a lámpát, de ezzel a kiegészítő bungee-val ez maximálisan kényelmesen felcsatolható a ringre, és használható. Egy ilyen karabiner meg egy pici bungee-val szerintem 2-3 ezer forintból megvásárolható, ráköthető, de természetesen a dobozában, ahogy láttátok is, van hozzá csuklópánt, így rakható zsebbe, és merülés közben a csuklópánt gondoskodhat arról, hogy ne veszítsük el. Az utolsó és talán legfontosabb része ennek a tesztnek, hogy vajon mekkorát világítanak ezek a lámpák. Etalonként
ezt az 1000 lumenes lámpát fogom használni. Ott a távolban látható egy farakás, meg egy fehér fal, szomszédháznak a fehér fala, 8 méterre van innen, ettől az asztaltól, ahová a lámpákat előkészítettem. Jelenleg a farakást az 1000 lumenes lámpával világítom, nem a tesztben szereplő, hanem a referencia lámpával. A kamerát pedig beállítottam fix expozícióra, annak érdekében, hogy ne sötétítse be a képet. Most bekapcsoljuk az 1200 lumenes lámpát az orka mellé, és megnézzük, hogy elfedi-e. Igen. Egyértelműen látható az 1200 lumenes clear LED lámpának a fölénye az 1000 lumennel szembe. Amit most látunk, az 1200 lumenes M51 típus jelzésű clear LED lámpa, amire rávilágítunk a 6000 lumenes társával. Úgy érzem, hogy eléggé meggyőző a 6000 lumen fölénye. Ez most az M55-ös lámpának a 6000 lumene 8 méterről. És nézzük a legnagyobb lámpát, a 8400 lumenest. Hát való igaz, hogy eléggé fölül tudja világítani. Jelenleg egymás mellett látható a három lámpának a fénye. Bal oldalt az 1200 lumenes M51-es, középen a 6000 lumenes M55-ös, és jobb oldalt pedig a 8400 lumenes. Érdekesség kedvéért bekapcsoltuk a UV lámpát, de 8 méterről nem látszik semmi, úgyhogy közelebb mentünk, és most, amit látunk, az körülbelül fél méterről van megvilágítva. De ez a lámpa nem is erre való, így valószínűleg ez a része értelmetlen. Remélem tetszett ez a teszt is, és velünk tartotok a Szegedi Bulvárok csoportban.